A szabálytalanul közlekedőket a rendőrség bünteti, a szabályosan közlekedőket jutalmazza. Megismerjük az OBB Point applikációt. Nem mindegy, hogyan látjuk el a rollerezésből adódó sérüléseket, hiszen nagyon könnyű vele elesni. Ősszel is számos nehézséggel kell a vakok és gyengéllátóknak megküzdeniük. Az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottság OBB Point applikációja a világ első sebesség alapon működő hűségpontrendszere. Az OBB Point applikáció aktív állapotában figyeli azoknak a járműveknek a sebességét, amelyekben bekapcsolták az OBB Pointot. És ha a vizsgált szakaszon a sofőr nem lépte túl az ott érvényes sebességhatárt, akkor jutalompontokat jegyez fel. Tehát szakaszsebességeket mérünk attól függően, hogy lakott területen belül, kívül vagy autópályán közlekedik. Egy algoritmus segítségével kiszámoljuk a sebességet és a hozzájáró pontot, amit pedig az applikációban jóváírunk. Nincs más dolga tulajdonképpen a közlekedőknek, mint a programot folyamatosan működtetni és a pontokat gyűjteni, mert pontokat a későbbiek során, hogyha elegendő összegyűjt, akkor a kapcsolódó partnereknél levásárolhatja. Az applikáció nincs autóhoz kötve, és bármikor kikapcsolható. Nem csak a járművezető, hanem az utas is használhatja. Ezáltal próbáljuk ösztönözni a járművezetőket arra, az utas által, hogy tartsa meg az előírt sebességet, hisz akkor az utasnak sem fog gyűlni a pontja, aki úgy szintén ebbe válthatja ezeket a későbbiek során. Egy kis játékot is elrejtettünk egyébként az applikációban, ez pedig egy rendőr karakter, egy avatar. Ezáltal a gyerekeknek szeretnénk kedvezni, hogyha ő lesz az, aki a gépkocsi vezető mellett még gyűjti a pontokat, akkor így folyamatosan fejlesztheti a karakterét, ami a későbbiek sorában játszhat is. Úgynevezett versenyhelyzet is fennáll a felhasználók között, hisz minél több pontot gyűjt a járművezető vagy az utas, akkor annál magasabban helyezkedik el majd a ranglétrán, tehát egy őrmesteri szinttől indul, és akár tábornoki szintig is eljuthat, és a különböző úgynevezett ligák között versenyeket hirdettünk majd, például vezess mondjuk 100 kilométert, minél szabályosabban, akkor esetleg plusz pontot, vagy a kétszer annyi pontot fogsz kapni, mint amennyit kaptál volna egy normál esetben. Bízunk benne, hogy ez elnyeri a közlekedők tetszését. Nem csak negatív szankciókkal tudunk élni a járművezetőknek, gondolva itt az előletű pontokra, hanem azoknak is szeretnénk megköszönni, meghálálni, akik nap mint nap úgy közlekednek a közutakon, hogy sem magukra, sem másokra nézve nem jelentenek veszélyt, megtartják a szabályokat és az előírt sebességgel közlekednek. Az applikációt pár hét múlva bárki használhatja. Szeptember egy kiemelkedő időszak, mert az iskola kezdés, ezáltal így megemelkedik és megsűrűsödik a forgalom az utakon, nagyon sok az autó, a gépjármű, és ezáltal próbálnak ilyen alternatív megoldásokat választani az iskolába járásra és a tanulók is, illetve a szülők is. Az egyik legmeghatározóbb ugye a roller, ami manapság egy nagyon jó kis közlekedési eszköz, de hogy hihetetlen nagyokat lehet vele esni, csak úgy, mint egy biciklivel vagy egy motorral, tehát e tekintetben nincsenek nagy különbségek, viszont most ugye nagyon elterjedt ennek a használata. Természetesen ez most baleset szimulációs környezetben. Egyébként tényleg így néz neki, de most jelen pillanatban Zsóf ifjúsági vöröskeresztesünk csak bemutatja egy baleset szimuláció során. A legelső teendő az, hogyha általában vízzel lemossuk. Hogyha nincs nálunk víz, de mondjuk van nálunk bármilyen fertőtlenítő, akkor nem a sérülésbe tesszük bele, hanem a sérülés körül próbáljuk folyamatosan megtisztítani. Akár a mullap, akár egy ilyen kisebb, ilyen gészpólya is elegendő. Az a lényeg, hogy ne vattát használjunk, és ne olyan dolgot, ami egyébként jobban bele tud ragadni a sebbe, hanem csepegtessünk egy kicsit a pólyára, és akkor utána mondjuk itt a sérülés körül folyamatosan elkezdjük ugye a fertőtlenítést végezni, sose tegyük bele,
És értelemszerűen, hogyha a családtagról van szó, vagy bárkiről, aki így közel áll hozzánk, róla tudjuk, hogy jód érzékenye. De ilyenkor meg kell kérdezni természetesen, hiszen vannak ilyen allergiás típusok, akkor ebben az esetben ne használjunk fertőtlenítőt, hanem csak szimplán, ugye elsőként tisztítsuk meg a sebet, mondjuk folyóvízzel, vagy bármilyen vízzel. Hogyha ez megtörténik, akkor például a legegyszerűbb eljárás a vágott sebnél, hogy egy ilyen laza fedőkötést teszünk rá, ezt is megmutatom. Ehhez viszont ugye vannak a steril mullapok. Ezt ráhelyezzük egyébként a sérülésekre. Nagyon egyszerű tényleg a dolog, és semmilyen diplomát nem igényel, és varázstudományt sem. Úgyhogy rátesszük, és egy ilyen laza fedőkötéssel, mindjárt veszek egy ilyen mullpóját is, szépen átkötjük a sebet úgy, hogy általában a sérüléssel ellentétes oldalon elkezdjük háromszor körbekötni. Olyan töréseket látunk, vagy zúzódást, rendulást, ami egyébként szakszerű ellátást fog igényelni. De értelemszerűen, amíg ki nem ér a mentő, vagy a szakmai segítség, addig mi is ugye percek alatt figyel, nem csak hogy életed, de hogy egyébként az ő jólétét is egy kicsit könnyítjük. És éppen ezért ennek a háromnak majdnem ugyanaz az ellátási folyamata, főleg a csuklónak, illetve a felkarnak, mert hogy ehhez háromszög kendőt tudunk használni, a legegyszerűbb. Nagyon egyszerű, mert hogy a háromszög kendőnek a legkisebb csúcsára kötünk egy csomót. Megkötöttük. Jó. Rátesszük, megint megkérjük a sérültet, hogy egy kicsit segítsen nekünk. Köszönjük szépen. Kicsit át fogunk karolni. Jó. És belehelyezzük ebbe a csomóba lényegében az ő könyökét. Megkötjük itt ellentétes oldalon a kis háromszög kendőnket. Ő már innentől kezdve, hogyha jól be van helyezve egyébként a karja, akkor ő el is tudja engedni. És onnantól kezdve ugye már nem kell tartani a magától, hanem ez a kis kendő fogja védeni. Viszont megmutatom a másikat, amikor ugye a felkar, illetve a kulcscsontról van szó. Az a lényeg, hogy ilyenkor még mozog a keze. De hogy azért, hogy teljesen stabilizáljuk és teljesen oda legyen szorítva a testéhez, használunk még egy háromszög kendőt. Egyébként, hogyha nincs nálunk háromszög kendő, akkor nyugodtan lehet takarót, pulóvert, kabátot, ugye most már az őszi időszak van, tehát mindig van nálunk valami pluszban. Akkor kötünk még egy ugyanilyen csomót, mint az előbb, erre a háromszög kendőre. Ezt viszont már ide tesszük a vállához, és ennek pont az a lényege, hogy a megkötésnél ugye két kendő már úgy tartja, hogy ide az oldalához tudom teljes mértékben stabilizálni a sérülést. És akkor, ha ez megvan, akkor lényegében olyan szinten stabilizáltuk, hogy magához a testéhez van szorítva, csak az a lényeg, hogy amíg el nem ér a szakszerű segítséghez, addig rendben legyen. A látássérültek életében fontos az önálló és biztonságos közlekedés tanítása, mivel éppen a tájékozódás szolgáló képességük a látásuk sérült. A tájékozódás és közlekedés keretén belül a sérült személy megtanulja a hosszú fehérbot használatát, ami lehetővé teszi, hogy önállóan vezető nélkül közlekedjen. Az önálló közlekedésre való tanítás kulcsfontosságú. Alapvető képességekre és készségekre fókuszálunk ilyenkor. Egyrészt kell egy biztos tudás az adott útvonalról, hogy ő merre jár. Tehát, hogy tisztában legyen a téri irányokkal, fogalmakkal, hogy ez a legalapvetőbb, és utána ebből fel tudjon építeni egy útvonalat. És ez az útvonalhoz kell neki ismerni azt, hogy milyen ingereket tud felhasználni, tehát hallási ingereket, hogy éppen merre jár, és mondjuk egy adott forgalommal párhuzamosan kell lemenni, vagy a kereszteződésen, azon az úttesten kell mondjuk átkelni, ahol éppen troli megy, vagy éppen a másikon. Nem árt ismerni egyébként az utcaneveket sem, hogyha segítséget kér, akkor tudja, hogy ő merre megy. Illetve ugye nem csak hallási, hanem szaglási támpontok is vannak, egy pékség például sokat segíthet abban, hogy megtalálja a célpontját, de néha a napsütés is segít, hogyha a ház mögül kilépünk, is tudjuk, hogy na most érkeztünk meg a sarokra.
széles skála a gyengén látók, tehát hogy több problémával rendelkezhetnek, és például annak, akik kontrasztérzékenysége van, ő kevésbé tudja megkülönböztetni a járdaszegélyt az úttestől, tehát mondjuk neki bothasználatra van szüksége, valakit arra kell megtanítani, hogy tudja feltérképezni a teret, mert mondjuk nem lát olyan szélességben, mint egy normál látó ember, maga az eszköz használat is. Tehát, hogyha mondjuk botot használ, akkor azt nagyon jól tudja használni, annak az információit feldolgozni. Ha kutyát használ, ugye, akkor a kutyának milyen vezényszót tud adni, a kutya jelzéseit érzékelni. Ha segítséget kér, akkor hogy tudja azt elfogadni, illetve ő maga hogyan tud kommunikálni, hogy a megfelelő segítséget és a megfelelő információt kapja meg tulajdonképpen. Ugyanakkor vannak egyéb segédeszközök is, mint például a távirányító, ami egyrészt lehet használni kereszteződéseknél, amik hangos lámpával ellátottak, amikor is a távirányítóval indítom, vagyis teszem hangossá úgymond magát a lámpát, és csak akkor jelez, amikor lehet a sérült személy szeretne átkelni. De ugyanígy lehet a metróknál is a metrók bejáratát, illetve az éppen működő mozgó lépcsőket figyelni, mert hogyha benyomom a távirányító gombot, elvileg visszajelez, csak ezt elég nehéz ott a több fel és lefele menő között azért kiválasztani, tehát ott figyelni kell arra is, hogy éppen merre megy a mozgó lépcső, és mondjuk a kezemet rátenni a korlátra is úgy megnézni. De ugyanígy távirányítóval azért már elég sok megállóban lehet azt is kihangosítani, hogy éppen melyik járat mikor jön.